Williams Televízió. Uborka szezon van, kovászos uborka szezon, de megérett már az ősz és a sárga barack. Kilószámra fogy a dinnye, és főnek a kukoricacsöbek is a fazékban. Mi is fogtuk a kosarunkat, és kameránkkal ellátogattunk csütörtök reggel a piacra, hogy megtudjuk, ki mit és miért vásárol. Jó napot kívánok, az imént vásárolt. Hogy tetszik a vecsési piac? Nagyon klassz, minden nagyon tökéletes, nagyon szépek az áruk. Kicsit az árak fönt vannak. Helyi lakos? Nem, imrei vagyok, Pest imrei, onnan szoktunk átjárni egy héten egyszer. Mégis ide jár? Igen, mert tetszik az áru, csak egy kicsit magasak az árak. De ez minden piacon így van, úgyhogy sokat nem lehet válogatni. Mi szokott vásárolni? Hát gyümölcsöt főleg gyümölcsöt, zöldségeket, ennyi. Más. Mióta jár át vecsésre vásárolni? Hát már évek óta. Változott valamit a település az elmúlt években? Mit? Ez nagyon megszépült a központ. Ez nagyon szép lett. Mi lehetne még javítani, változtatni? Hát még a parkírozáson egy picit kellene, mert eléggé kicsi a hely, és az utcákba kell leállni. Ennyi. Egy bemutatkozást kérhetek? Sándor László. Akkor várjuk Önt még vissza pár évig, jó? Köszönöm szépen, kezicsókolom, viszontlátásra. Önnél vásároltak az imént, de úgy tudom, hogy Ön sem vecsési árus itt a vecsési piacon. Vecsésre lakok 20 éve, de nem vagyok vecsési. Szerintem attól kezdve, hogy 20 éve itt lakik, már vecsésinek számít. Mióta árul a piacon? 18 éve. Mindig zöldséget, gyümölcsöt? Igen. Mindig zöldséget, gyümölcsöt, friss árut. Hogyan változott a kereslet? Többet vesznek az emberek, vagy inkább kevesebbet? Kevesebbet, igen. Kevesebbet, mert nincs pénzük. Ez a baj. Mi az, ami mindig elfogy a nap végére? Hát olyan nincs. Olyan nincs, amit mindig elfogy. Hát most barackot viszik, már most az az olcsóbb, de nem nagyon visznek semmit, így magyarul. Gondolom ismeri az árakat, nem csak itt vecsésen, hanem mindenhol máshol. Drága vagy olcsó a vecsési piac? Közepes inkább, se nem drága, se nem olcsó. Gondolom a törzsvásárlókra alapoz elsősorban. Így van. Aki a szereti a minőséget, az jön, aki nem, az keres olcsóbbat. Köszönöm. Üdvözlöm a polgármester úr. Úgy látom, Ön is itt vásárol a piacon. Igen. Gyakran jár ide? Hát gyakran, tudom, majdnem minden csütörtökön. Ha itthon vagyok, akkor még szombaton is kijövök. Belenézhetünk a kosarába? Mit vásárolt most? Hát igen, egy kis friss gyümölcsöt, kukoricát, kis krumplit, és még paprikát kell venni lecsónak. Akkor most egy kicsit paprikás, de nem kukoricázik? Nem vagyok paprikás még, majd lehet, hogy az leszek napközben, de még nem voltam benne a munkahelyemen. Majd ott paprikás leszek, de azért nem azért. Most jó idő van, itt a nyár, és örülünk a friss gyümölcsnek, meg a piacnak, mert sokan vannak a piacon. Sőt, tököt is vettem, reszelt tököt, kis tökfőzeléktek, ezek nagyon jó kaják. Jó napot kívánok! Úgy tudom, hogy Ön az egyik, ha nem az egyetlen őstermelő itt a vecsési piacon. Egyik. Termelünk. És hát... Mióta árul itt? 25 éve. Kitartó ember. Miért a vecsési piacon? Itt 25 éve a vecsésén, a monorin, meg a gyömrőin árul. Hol vásárolnak leginkább az emberek? Hát sajnos már sehol, inkább a nagy bevásárlóközpontokba mennek. Miket termel? Hát amit itt látunk, zöldségféléket, kis virágot. Kardvirág is Önhöz tartozik? Igen. Azokkal van munka bőven? Van, itt mindennel van. Velünk van munka. Mennyit dolgozik egy nap, ha megkérdezhetem? Hát reggeltől estig, látástól vakulásig. Tehát itt nincs szünet, itt nincs szabadság, itt mindig. Milyen az idei termés? Miből lesz sok, miből kevés? Hát jól indul, de most eléggé, hogy nem szárazságban. Nem tudom, a végén. Hát most locsolunk, mert nagyon sokat locsolunk, de... Nem tudom, meg gabona is van nekünk, mert állattal is foglalkozunk. Tehát mi nem csak bio, vagy nem csak őstermelők, bio termelők is vagyunk. Tehát amit nem muszáj, azt nem permetezünk. Tehát karalábé, káposzta, azt kénytelenek vagyunk. Meg a
De hát az ilyen zöldség, hagyma, tök, ilyen paradicsom, uborka, ezeket permetezni kell. Tehát van, ami nem terem meg, hanem permetezzük. És mi az, amiből most idén sok lesz, és mi az, amiből kevés zöldséggyümölcs? Hát reméljük, hogy az őszi, mert a megy cseresznye azokból nem, a gyümölcs, mert mi nem gyümölcsözünk, de úgy látom, hogy abból nem, mert azért van egy-két fánk. De hát az alma, meg bírsalma, meg ez úgy látom, hogy azokból van bőven. Gyümölcs van a fán bőven. Egy bemutatkozást kérnék. Szalma József vagyok. További jó munkát. Köszönöm szépen. És sok esőt. Az ránk férne nagyon. Köszönjük szépen. Látom, már félig elvégezte a hétvégi bevásárlást. Most igen. Mi lesz a gombából? Pörkölt, rántva, mindenre fel lehet használni. Sok mindenre, jobban mondva, fel lehet használni a gombát. Ebből konkrétan mi lesz majd? Ebből pörkölt lesz. Pörkölt nokedlival. Mi mindent vett még hozzá, hogyha megkérdezhetem? Hát hozzá vöröshagymát vettem, gyümölcsöket vettem. Még hátra van a dinnyevásárlás, most már érnek a magyar dinnyék, és az lesz a vége. Ön Becsésen lakik? Hogyne, igen, én itt születtem. Itt születtem, most már elég régóta itt lakok. Akkor mondhatni, hogy Becsési piaci törzsvásárló? Így, hogy mondja, Becsési, így, hogy mondja pontosan, és akkor lehet azért látni itt a piacnak a változását, fejlődését, ezt nyugodtan mondhatom, mert emlékszem, mikor itt volt a piac, hogy hát egészen más körülmények között voltak, ez ilyen sáros esőbe beázott, tehát azért nagyon nagyot fejlődött a piac. Lehet, hogy már egy picit ki is nőte. Mit szeret benne? Hát az, hogy frissek az áruk. Frissek az áruk, azt szeretem leginkább, meg nagyon jó az ár-értékarány. Tehát ez nagyon fontos, hogy jó minőségű áru legyen, friss áru legyen, meg jó ár-értékarányú legyen. Ha valaki megkérdezné, hogy az ön tapasztalatai alapján még mi az, amin változtatna, akkor mi az? Hú, most hirtelen nem tudom, hogy mind változtatnék, megmondom őszintén, tehát át kéne gondolni, tehát így nem, ez így, ahogy van, az szerintem jó. Jó, lehet, hogy még talán egy napot érdemes lenne nyitva tartania, mondjuk egy kedden, mert most ugye csütörtökön, meg szombaton van, lehet, hogy kedden még, hát nem tudom, szóval biztos, hogy lenne rá jelentkező, tehát ez nyilvánvaló, hogy ez más szempontok is vannak, amit én most nem látok. Melyik az önbevásárló napja jelenleg, a csütörtök vagy a szombat? Csütörtök. Én szombaton nekem más feladatom van, csütörtök, de látom nagyon sok embernek csütörtök, mert sokan vannak, majdnem annyian, vagy többen vannak, mint szombaton, szóval ez a csütörtök inkább a bevásárló napom. Akkor nem tartom fel tovább, mert látom, hogy már nehezek a szajtók, egy rövid bemutatkozást kérnék még. Polgár Zoltán vagyok. További jó vásárlást, és ne felejtse a dinnyét. Jó, persze nem felejtem el. Mit szokott vásárolni a piacon? Minden zöldséget, mindenfélét, ruhát, ami éppen kell a családnak. Becsési lakos? Igen, Becsési vagyok, itt is születtem. Akkor gyerekkora óta ismeri a piacot. El tudnám mesélni, hogy hogyan változott a piac évtizedekről évtizedekre? Hát először az Epresbe, ahogy visszaemlékszem a gyerekkoromba, az Epresbe volt a piac. Aztán utána itt alakult ki, itt meg is honosodott a piac, aztán egy rövid időre, amikor ezt átépítették, megint az Epres. Mi ott jobban szerettük, mert tágabb volt a hely, de aztán visszaszoktunk ide. Vannak olyan eladók, akikhez már évek óta visszajár? A Zsuzsiékhoz például, ők a krumplisaim, vannak, akitől a paprikát szoktam venni, mindenkinek megvan a saját ízlése szerint. Mi kerül majd hétvégén, vasárnap az asztalra? Nem tudom, mert megyünk le a nyaralóba, és majd menet közben kitalálja a család. Itt szokta megvenni a hétvégi főznivalót? Igen, és általában viszem magammal, vagy készen, vagy nyersen, és ott elkészítem. Akkor jó hétvégét, jó főzőskézést! Szépen, köszönöm, viszont önöknek is! Vilém.